Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Hitoktatás a Tolnai Gimnáziumban, ismét ülésezett a városvezetés, Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztek Tolnán, Kavics Varázs a magházban. 2016-ban került a pécsi püspökséghez a Tolnai Középiskola, azóta viseli Szent István nevét. Azonban nem csak ebben változott az intézmény, a tanulók egy héten két alkalommal hittanórán vesznek részt. A következő percekben Barsi Ildikó hitoktató számol be az évek alatt szerzett tapasztalatairól. Barsi Ildikó 7 éve, vagyis már a kezdetek óta tanít hittant a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az első pár esztendőben a pedagógus azt tapasztalta, hogy a gyerekeknek nagy szüksége van arra is, Jézus Krisztuson kívül, hogy önmagukról beszéljenek. Ezért aztán elvégeztem a mentálhigiénés képzést, úgyhogy mentálhigiénés lelki gondozó is vagyok. Ebből adódóan aztán nagyon sokszor az ő lelkükről is van szó. Tehát az órának általában egyharmada azzal megy el, hogy kicsit az érzelmeikről, önmagukról beszélhessenek, és akkor már figyelnek, és akkor már kíváncsiak arra, amit akarok mondani. Ez egy óriási misszió, azt gondolom, mert a gyerekek nagyon kevés kivételével nem nagyon találkoznak Jézus Krisztussal, Istennel. Volt egy olyan 12-es fiú, aki nemrég leült mellém, és óra után elmondta, hogy ő bizony, amikor 7-es volt, akkor egyáltalán nem hitt Istenben. Ma már teljesen más a helyzet benne. A szülő a legjobbat szeretné adni a gyerekének, és ha ő hisz valamiben, valakiben, akkor szeretné átadni. Nekem is van 4 gyerekem, én is szerettem volna nekik átadni ezt. És ha kicsit zavarodott a helyzet a mai világban, és esetleg nem beszélnek Istenről, nem beszélnek Jézusról, akkor a gyerek ennek fogalma sincsen, ha nem így élnek. Hajunk együtt, könyörögjön az örök atyához, Istenünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Filmet nagyon ritkán nézünk. A Minden Szentek után a szenteket vettük elő. Carlo Acutist, aki 15 évesen halt meg például, ők viszont nyitottabbak már, ők az én osztályomba tartoznak, úgy az én osztályomban, én csak ilyen segítő vagyok az osztályfőnökük mellett, és ők kérték, hogy valami komolyabb filmet is nézzünk. Ezért nézzük meg Pió atya életét. Szóval ritkábban nézünk filmet, inkább beszélgetünk, és akkor a beszélgetés folyamán kerül elő a Szentírás, amik itt vannak most a sarokban, és olvasunk közösen, megtanultuk használni. Vannak házi feladatok is, ritkábban, mert azt, amit szeretnék nekik adni, azt már itt magukévá teszik. Általában ilyen házi feladat, mint amit most adtam, hogy el kell gondolkodjon saját magán. Elég fiatalok, az igaz, de nagyon szeretnek gondolkodni. És nagyon szeretnek beszélgetni erről. Szeretik elmondani azt, ami bennük van. Az iskolában 5 évvel ezelőtt kialakítottak egy kápolnát is. Ez egy tanári volt, egy kis tanári, ami átalakult kápolnává. A padlóját kicserélték, és olyan képek kerültek bele, amik ide nagyon fontosak. Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve kép. Ezt a két képet még a katolikus általános iskolába készítették a gyerekek. Jó pár ide jár ebbe az iskolába közülük. Azt a képet, ami a hátam mögött van, azt pedig 3 kislány készítette Szent Istvánról. Csináltak egy ablakképet, kidíszítették. Oltár és tabernákulum is van a kápolnánkban, oltári szentség sajnos még nincsen, reméljük, hogy majd nem sokára az is lesz. Kisebb létszámú osztályokkal itt vannak a szentmisék, osztálymiséink vannak. Nagyobb létszámú osztályokkal vagy a termükbe, de az ritkább, inkább fönt a rajzteremben, mert az levegős, nagy. Az osztálymisén az osztály vesz részt, kivéve a reformátusok, őnekik akkor hittanóra van, általában hittanórák keretében zajlik ez, bejön a plébánosunk, és ő mindent magyarázva tartja meg a misét. Tehát bármit tesz, mindent elmagyaráz, hogy az is értse, aki még soha nem volt szentmisén.
Egy fél évben egy osztálymiséje van minden osztálynak. Idén az első fél évben kicsit változtattunk rajta, plébánosunk azért jön be, hogy beszélgessen kicsit velük, hogy megismerhessék őt, és a következő fél évben lesznek ezek az osztálymisék. Az óvoda konyhai dolgozóinak 8 órás munkaideje 4 órára csökken, illetve egy csoport is megszűnik jövőre. Többek között erről is döntöttek a legutóbbi rendkívüli képviselőtestület ülésen Tolnán. Az energiaárak emelkedése miatt a tolnai városvezetésnek fontos döntéseket kellett meghoznia az önkormányzathoz tartozó intézményekkel és azok jövő évi finanszírozásával kapcsolatban. Ennek okán tartottak rendkívüli képviselőtestületi ülést Tolnán. Az idei évet ez annyira nem érinti, hiszen a számlák nagy része az a jövő évben fog realizálódni, tehát ez az idei évben még nem jelentős probléma, de a következő évben mindenképpen az lesz, és azt próbáltuk valamilyen szinten kompenzálni, hogy ugyan az önkormányzatnak vannak saját bevételei, így a kommunális adó meg az iparűzési adó. Kommunális adót ugye fejlesztésre kell fordítani mindig, és van állami normatíva, de hát a saját bevételeiből az önkormányzat az intézmények működtetéséhez jelentős összeget tesz hozzá. Úgyhogy most a képviselőtestület úgy döntött, kettő intézmény tekintetében történt ez meg, a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Vosinszky-Mór óvoda tekintetében, aminél meghatározott egy összeget, amivel várhatóan a jövő évben finanszírozni fogja ezt a két intézményt. Nyilván ez még korrigálódni fog, hiszen akár a minimálbéremelés, akár a dologi kiadások, és itt most nem a rezsire gondolok, hanem más dologi kiadásokra, vagy fejlesztésekre. Ezt az összeget még nem tartalmazzák, úgyhogy ez egy alap, amiből ki lehet indulni a jövő évi költségvetés tervezésekor. Ez az összeg az óvoda tekintetében 62,5 millió forintot jelent. Az óvodánál még arról is döntés született, hogy a képviselőtestület arról döntött, hogy a jelenlegi 8 órás konyhai dolgozók munkaidejét 4 órára fogja csökkenteni, illetve várhatóan szeptember 1-től megszűnik egy óvodai csoport. Ugye az önkormányzat a finanszírozást a gyereklétszám után kapja, és a gyereklétszám egyébként már nem indokolja azt, hogy 17 óvodai csoport legyen, úgyhogy bár erről döntés csak jövő év májusában születik, de várhatóan egy óvodai csoport meg fog szűnni. A közös önkormányzati hivatal esetében azok az állások, melyek jelenleg nincsenek betöltve, leépítésre kerülnek. Tehát 32 főben határozta meg az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal működését, és szándékai szerint a jövő évben 40 millió forintot tesz az állami normatíván kívül hozzá ennek a hivatalnak a működtetéséhez. A családsegítő központ tekintetében döntés nem született, hiszen ez társulás működteti, inkább egy ilyen iránymutatás a számomra, hogy mi az, amit a társulás elé terjesszek majd. Ezt nyilván azoknak az önkormányzatoknak is a megállapodások módosítását jóvá kell hagyniuk, úgyhogy itt több mindenről szó volt, átcsoportosításokkal, energiatakarékossággal és tényleges feladatfinanszírozással az önkormányzat részéről. Én azt gondolom, hogy annak az intézménynek a működtetéséhez nem kell jelentősen többet hozzátennünk, mint a 2022-es évben. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár működéséhez minden évben több mint 80 millió forintot biztosít az önkormányzat. Ugye a közművelődés az, amit a legkevésbé finanszíroz, úgymond az állam, tehát ide nagyon sokat kell hozzátennünk, de döntés egyelőre nem született, hiszen a napokban jelent meg egy kormányrendelet, amiben olyan fontos dolgok az ilyen típusú intézmények működésével kapcsolatban olyan fontos dolgok jelentek meg, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a jövő heti rendes ülésre halasztjuk, tehát ott is kell intézkedéseket hoznunk, de ezeket az intézkedéseket a jövő évre, vagy a következő testület ülésre halasztottuk. Döntés született arról is, hogy az igazgatási szünetet rendelünk el, tehát a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. december 22-től
január 6-áig, ez egy pénteki nap, addig nem lesz nyitva, és igazgatási szünet lesz, ugyanúgy egyébként, ahogy az összes állami intézménynél is. Tehát az utolsó munkanap, vagy olyan nap, amikor ide jöhetnek az ügyfelek, az december 21-e, és a jövő évben az első pedig január 9-e, tehát az a hétfői nap. A rendkívüli ülésen az orvosi ügyelet kapcsán is döntött a városvezetés. Lejárt az orvosi ügyeletben a szolgáltatóval a szerződésünk, és az elmúlt testület ülésen arról döntöttünk, hogy egy beszerzést indítunk el a tekintetben, hogy ki az, aki január 1-től el fogja látni majd ezt az ellátást. Érvényes két ajánlat érkezett, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi szolgáltató az, aki lényegesen alacsonyabb árat adott, mint a másik, bár a mostaninál egy kicsit magasabbat, úgyhogy ezt érvényes ajánlatnak tekintjük, és velük fogunk egy éves időtartamra szerződést kötni. Szóba került a testületülésen az is, hogy várhatóan változni fog az egészségügyi törvény e tekintetben, hogy kinek kell biztosítani az alapellátási ügyeletet, úgyhogy majd, ha ez a jogszabály kihirdetésre kerül, akkor felülvizsgáljuk ezt a szerződést, de január 1-től minden bizonnyal a jelenlegi szolgáltató a SPEDMET fog szolgáltatni a jövőben is. Most rövid reklám következik, majd megmutatjuk, hogyan zajlott idén a hagyományos Erzsébet ünnep. Maradjanak velünk, rögtön folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. A Szegények és Gyermekek pártfogójára Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztek Tolnán. Az ünnepi szentmise része volt a tolnai karitás csoporttagok fogadalmának megújítása, illetve az Erzsébet cipók megáldására is sor került. November 19-e Erzsébet nap. Így Tolnán is megemlékeztek Árpádházi Szent Erzsébetről és rövid élete során véghez vitt jótékony cselekedeteiről a római katolikus templomban. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud harmadik gyermeke volt. Egészen fiatal kora óta vezeklő életmódot folytatott. Többek között menedék helyet nyitott gyermekek számára és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világ jöttért, hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett. Ez a mostani hónap egy érdekes hónap. Ködös, sötét, meg mi egyéb, de ugyanakkor mégiscsak minden szentek ünnepével kezdődött. Ráadásul nekünk magyaroknak ez a késő ősz egy nagyon gazdag hónapot is jelent, mert hónap elején volt Szent Imre hercegnek az ünnepe.
aztán kicsit beljebb Szent Mártont ünnepeltük. Elmúlt napokban héten volt skóciai Szent Margitnak az ünnepe, aki ráadásul nem is olyan messze, Mecsegnádas mellett született. És éppen ma napos napja van ennek az Árpádházi Szent Erzsébetünknek is, aki 1207-ben született, épp a 13. század elején, és hogy ő az a szentünk, az az ember, akinek kronológiailag az életét szó szerint Dióhéjba bele lehet tenni, mert mindössze 24 évet élt meg. De nem a hosszúsága miatt, hanem sokkal inkább a tartalma miatt van az, hogy évről évre megemlékezünk, nem csak itt, nem csak Magyarországon, világszerte. Kronológiát, ha figyelembe vesszük, akkor csak annyit, hogy 4 éves, amikor elkerül Magyarországról, aztán viszonylag fiatalon a mai szemmel nézve, 10 éves korában férjhez megy, 3 gyermekük születik, 20 évesen nem csak, hogy 3 gyermekes édesanya, hanem már megözvegyül, és még van 4 éve, mert 24 éves korában hal meg. Ravasz Csaba elmondta azt is, hogy közeledik már advent első vasárnapja. Hadd mondjam azt is, hogy ez a november második felében vagyunk már, egy kicsit hajaz az adventre is, ami egy hét múlva ilyenkor gyertyagyújtásokkal, és hát nyilván majd advent első vasárnapjával kezdődik. És ez az advent is készület majd az idei karácsonyra, Jézus megszületésének nagy ünnepére. Mi már most is, mert van egy karitás csoportunk helyben, elkezdtünk gyűjtést szervezni, és majd folytatjuk is még egy darabig. Éppen a rászoruló családoknak a megsegítésére karácsonyi csomagokkal. Tehát Szent Erzsébet, aki egy nagy adakozó volt, aki a bár palotája mellett szegényházat, zarándokházat nyitott, sőt, kórházat is alapított. Aki rendszeresen, napi szinten látogatta őket, és külön gondja volt arra, hogy a nagyon betegek, akiket nem nagyon szerettek mások érinteni, ő ápolta őket. És az ő ünnepe tehát azért már szépen belevezet bennünket az adventi készületbe, a karácsonyra is tekintve. Ez mind az időséget jelenti. Tolnának van most még egy olyan sajátossága is, hogy ez nem csak egy templomi rendezvényünk. Nyilván többen is jönnek, de van egy helyi civil közösség, és ez nem más, mint a Mözsi Bartók Béla női kar, akikkel megtaláltunk egy hangot, egy összhangot. És ők is évek óta segítik, támogatják ezt az ünnepünket, és azt gondolom, hogy éppen talán rajtuk keresztül is többen vannak jelen, mint máskor. Egy ilyen este lesz, amiben Caritas tagjainknak a ígéret megújítását is sorra vesszük, és nem elfelejtve aztán a már a oltár elé kitett Erzsébet cipók megáldását is.
majd megtesszük, amit nyilván majd kiosztogatunk így megáldott módon. Kavics Varázs címmel nyílt kiállítása a Tolnai Ferencné tolnai származású alkotónak a Magházban. Az asszony szenvedélye évekkel ezelőtt kezdődött. Azt mondja, magával ragadták az épületek, de mandalákat is szívesen felfest egy-egy kőre. A mondás úgy tartja, hogy a szórakozott elbotlott benne, az erőszakos fegyverként használta, a vállalkozó szellemű épített belőle. A gyerekek számára játékszer volt, Dávid megölte vele Góliátot, Michelangelo csodás szobrokat faragott. Minden esetben a különbség nem a kőben volt, hanem az emberben. Nincs olyan kő az utadban, amit ne tudnál hasznodra fordítani, így van ezzel Lovas Ferencné is, aki már több éve fest szebbnél szebb alkotásokat egy-egy kőre. Szekszárdon élek, és tolnai lány vagyok, tehát a kötődésem az nagy. Talán még nosztalgikus hangulatban vagyok, mert a férjem sok épületet tervezett itt, és nagyon felemelő érzés, hogy ennek a helynek a kiállítója lehetek. A kreativitásom az évekkel ezelőtt indult. Magos koszorúkból gyártottam ajándékokat, és mindig az volt bennem, hogy mindig valami apró figyelmességgel a gyerekeket meglepjem. És akkor az első kavics találkozásom az a Gáti Mariannál a meseházba volt. Innen indult. És utána az első karácsonykor ajándékokat készítettem a gyerekeknek, de úgy indult, hogy cicafej, télapófej. Majd eltelt egy év, és az alkotó elkezdett nyitott szemmel járni. Gyűjtöttem a különböző formájú, felületű, színű kavicsokat, és ami vonzott, az épületek, a templomok, a házak alakja, a színe, és kreatívan kiszíneztem. Mondjuk két színnel kezdtem, a piros-fekete, ebből most már kifejlődtem már több színbe, és ami még ösztönzött, az a mandala, ami egy pontozásos, vagy pontozó készlettel készül, és abban még fejlődnöm kell. Egy vitrínben látható is. Rengeteget elajándékoztam, és ami most maradt, az a kiállítási anyagom. Mert az élethelyzet változása miatt, tehát az ember nyugdíjba vonul, gyerekek kirepültek, társ elvesztése, tehát egy nagy magány rám zuhant, és a hosszú téli estéken lélek felemelő tevékenységként működtem. És ez kikapcsol. Ez mind a kreativitástól függ, mert ez vagy a témát keresem a kavicshoz, vagy meglátom a kavicsot, és ahhoz keresek témát, és akkor már gyorsan megy. Konturozom feketével, és utána színezem. Az interneten szoktam bogarászni. A gyerek, tehát kívánságra nem nagyon szeretek, mert az embernek a fantáziája mindig más. Inkább épületek, ami vont, és amit mondtam, a bontozással fejlődnöm kell. Ez mind a fantáziám. Az adott hangulatom, lelkivilágom. Tehát valamikor az embernek van fájdalmas korszaka, valamikor öröm, kavicsok születnek, és úgy hívom, hogy szeretett kavicsok. És bárkinek adom, és látom a szemébe, hogy örül, akkor az már nekem is boldogság.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!